Mi van? Meghalt. Nem él. Nem él! Mit akartok? Élettem az új felesége az apátoknak. Mit akartok tőlem? Értem az áldozat, bazd meg, nem ti? A ti áldozatoktok. És az apátoknak az áldozata. Hát ő tudta, hogy mit csinált. Tudta, hogy gyümölcsöt neki venni kell. Csak nekem nem mondta meg. Azt is tudom, hogy ki volt ott kocsival, kidobta ide. Te is mész a börtönbe, mert semmi között nincsen bevenni a lakásban. Még egyszer oda bemész, mert most be van kamerázva. Magánlaksítés követsz el, és betörés. Idegen nem mehet be, albérletet nem lehet oda venni. Én ki tudom adni. Albérlet keresek, gyertek, kiadó a lakás, jó, szép, nagy, emeleti lakás. Ennyi. Majd én beteszek valakiket albérletbe. Én. Mert én vagyok a parancsnok most. A lakás felett is. Nem ti? Jó? Nagyon rosszul tudtátok a törvényeket. Bíróság? Hány évig fog elhúzódni a bíróság? Még addig, amíg élek, vagy mi? Hm? Ha csak nem gyors tárgyalásba, mert bűncselekményeket követtetek el velem szemben. Hát nehogy már csoroférjemnek nem kapom meg a papírjait, a láthatási jogot, mert minden, most küldtem neki csomagot, most küldtem neki a akármiket, minden, rengeteg pénz, minden pénz elment rá. Mit akartok ti? Haszont szerezni? Nincs. Ennyi. Meg lehúzgáltak a redőnyöket, mindent, hogy még napfény se menjen be még a házba se. Hát, hogy gondoljátok ezt? Most megyek, felöltözködök, megyek, fogom a csákányt a bán, és bám, bebaszom az ajtót, megértetted? Oda többi a lábatokat nem teszitek be, mert apátok nincs itthon. Én vagyok ott. És ne húzzatok rám őzét, ilyen telefonnoállókat. Eddig még nagyon szépen mondtam nekik, hogy jó napot kívánok. Nincs bútor eladó, nincs bútor ingyen elvihető, meg ilyen marhaságok. Mit tesztek ti? Úgy sem fogod oda betenni a lábadat, tudod, kis Homer. Fájt a szíved, mi arra a gyönyörű nagy terekre, arra a gyönyörű házra, ilyet kaptok-e belőle, ilyet-e? Mert én tudom csak kiadni a Bélőnek. A villany óra az az én nevemen van, a gázóra az én nevemen van, én kapom a dolgokat, számlákat, és mindent eltüntettetek most. Ez bűncselekmény, fizessétek ki akkor. Ennyi. Nehogy már félre bevonult január 7-én, és akkor ti már megtámadtatok engem, mindjárt mondom már melyik napon. Itt van a rendőrségi feljelentés. Itt van a holtig tartó haszonélvezeti jog, és tudjátok, ide van írva, hogy ki sem, még a férjem sem mondhatja vissza. Visszavonhatatlan. Kicsikém. Ennyi. Mert hogy már ti most itt velem szemtelenkedtek. Álljatok le, basz meg. Itt van a férjemnek a hat oldalas levele, amit nem mutattam meg nektek. Mindenhova írja. Írja, ne hagyjam el, szereti már. Belém kapaszkodik, itt van. Mit akartok ti? Mit? Hogy az apátok meghaljon a börtönbe? Már eltemettétek, mocskos aljasok. Nincs rá bizonyíték, hogy te voltál, de van bizonyíték rá. Van. Te voltál ott. De. Ennyi. Itt van, amit az én férjem megért. Minden itt van, tessék. Saját kezülek. Tehát ott, ezeket akartátok ellopni tőlem, mikor gyilkoltatok engem. Fogva tartottatok? Személyimet, telefonomat, mindent elvettetek, mocskosok. És még én engedtelek be titeket? Nem úsztátok meg. Ennyi. Itt vannak, látod a lapát emelei. Semmit nem fogsz megkapni. Ennyi. Ebben a házban, meg a lábadat nem teszed be. Nem.
De oda se, mert ugyanolyan jogaim vannak ott, mint itt. Ennyi. Engem kivágni, mint a macskát, diplomáimat kidobálni, mint a izét, a papírjaimat, minden. Nem féltek ti semmitől? Köszönöm szépen az ajándékot. Itt van. Rendőrségi feljelentés, és tessék, itt van. Látod? Itt van. Itt van. Megvan. Itt van az apátoktól egy olyan papír, hogy ne írtad ki. Itt vannak aláhírva a tanúkkal minden, hogy kivigyázzon az ő házára és mindenére. Én, nem ti és nem te. Itt vannak az ambuláns papírok. Uh-huh. Itt van. Hogy havonta én kapom a 7000 forintot a lakásra, bazd meg a gázra, nem te. Oda te a bérlet nem teszel basszájba. Soha. Itt a tulajdoni lap, tessék, ami be van jegyezve. Tessék, nézd csak meg. Ezt akartad elvinni, ellopni, mikor elvettétek az irataimat? Le akartatok szíjazni? Aha. Mocskog. Tessék. Nagyon szemtelenek vagytok. Nagyon. Aha. Ilyen jó, hogy nem találtátok meg a levelet. Gondoskodtam róla, hogy amúgy elvittem magammal minden papírt, tudod? Mocskos állat. Söbet a lábadat oda be nem teszem. Mert nem meg. Uh-huh. Ja. És itt van az, hogy én covidos. És én rám jöttetek ti coviddal belém hozni megint valami fertőzés lehetetek rám. Ezt közben megélveztetek, ahogy engemet nyúztatok, személyemet elvettétek, új lenyomat ott van, haver. Milyen jogon nyújtál te hozzá az én személyemhez, meg a te családtagjaim. Megfényképeztek rá mindent. Hm? Semmilyen jogotok ehhez nem volt. És visszavonhatatlan. Tehát még hogyha elválasztatsz az apádtól, akkor is visszavonhatatlan a haszonélvezeti jogom. És ezért akartatok engem megöletni. Igen? Meg megölni? Mocskok. Ennyi. Köszönöm szépen. Ezen cirkusz ruhatjál meg te is. Mit írsz ide a cirkusz? Menjél el a cirkuszba, menjél el, jó? Mert ez nem cirkusz. Ez a részükről a cirkusz. Vezetői végzettségem van. Meddig át, hogy én. Hát a targonca vezetőjén nincs meg, de a jogsim azért megvan, bazd meg. Megmutatom neked, jó? Ha annyira kíváncsi vagy egy jogosítványra. Hm? Itt van. Hát ott? Uh-huh. Itt van. Uh-huh. Még azon csodálkozott, mikor nézte a papíremet. Mi van ez, fia? Neked van jogosítványod is? Van ám, haver. Van ám. Aha. Hm.
Én műsorvezető vagyok, igenis, és énekes is vagyok, képzeld el. Tudod, mit csinálhatsz? Itt van eze, az benyalhatod. Ha én megengedem neked, te mocskos állat. Nem, ez még érvényes jogosítvány, és 81-ben lett vetéve. Nem lehet visszavonni. Még a férjem sem vonhatja vissza a haszonélvezeti jogomat. És nem szűnik meg a férjem haszonélvezeti joga azért, mert perfekt nincs otthon. Olyan bolondság. Idióták. Semmit nem értetek a törvényhez. Én beengedtelek tégedet, mint egy mostohagy gyerekemet. Jól fogadtalak, ugye? Nem voltam szentelen. Miért edemeltem meg ezt a bánásmódot tőletek? Télvíz idején kipetraválni valakit? Télen? Nem törődve az, hogy ott van bent a sok kajám, különben a hűtőben, ami volt kaja, mindnek fogjátok fizetni. Dehogy nem keresnek a médiába, én nem fogok a médiába leadni semmit se. Elmondom így Facebookon, az kész, a szevasztó. Ja. Mindenki lehet szemtelen, nem? Egy ideig, óráig, tovább nem. Értesítettem, igen. Szakszerűen jól jártak el a rendőrök. És jönnek is bármikor, hogyha van szükségre. Ennyi. Ja, itt a kávé. Nekem is itt a kávé. Viszont. Kértem a szomszédtól kávét. Nem szégyen, ugye? Amikor megérkeztem délután 5 óra körül, akkor is az egyik szomszédomtól kértem kávét. Igen, azt keresek egy lakatos. Amit nincs. Nincsen moderátor, nem is kell. Majd én lemoderálom önmagamat és őket is, és nem bántok én senkit. Hát kidobtak a picsába. Lecserélték az árat, a cucaimat meg kidobták a luxus putri elé. De egyik szomszédom sem hívott volna fel, hogy így olyan ez van. Vagy csak telefonon értesített valaki, hogy gyere, gyere, mert tudsz, hogy itt vannak-e. Ugyanazt megcsináltak, mint a patkányocsém. Ja, azt is fel tudom még jelenteni. Az is a házét csinálta anyámnak a házáé. Amit én tettem rá, mikor volt az ügyvédi szerződés. Kösz szépen. Úgyhogy én mindig így járok. Nem írtam alá azt, hogy albérőt tegyenek oda be, főleg egy olyan embert, meg egy olyan nőt, akivel én egyáltalán nem szeretnék élni, persze lehet, hogy aranyéletem lenne mellettük. Ki tudja, majd mindjárt megbeszélem velük. De a pénz, az nekem jár, nem a gyerekeimnek. Lehet ülni a véletbe, drága szomszédon, szia! Jöjj hozzám! El leszünk, nem? Hm? Fejlesztek az emeleten, drágám, mert a nappal az enyém. Ott az emeleten be voltok a szobába, azt el vagytok magatoknak, kettő van. Ott a fent a toalett, a fürdőszoba, eljöhettek a konyhába főzni, enni, inni, csinálhatunk kertipartit, hát de jó lesz nekem! Drága szomszéd nem főzi a finom kajákat, én nekem meg más nem kell tennem. Csak nyugodtan élne, na mindjárt átmegyek hozzájuk. Én leszek az, aki kiadom az életbe a házat, én leszek. Miért ne? Hiszen olyanok, mint a családtagjaim. Sőt, hajaj!
Gyertek, édeseim, de tőlem kell engedélyet kérnetek. Nem a férjem két fiától. Aha. Ja, na, kicsit odébb dobrak titeket, mert akarok cigizni. Ez a luxus putri, ez ilyen sajnos. Hételen itt elől tudtam aludni. Itt van a villanykonvektor. Ezzel melegítek, belül a helység az használhatatlan. Fát kell rendelnem, ha itt kell maradnom, de nem kell itt maradnom, úgyhogy most lementünk a házhoz a tisztelt rendőrséggel, és nyugodtan mehetek. Összetöröm az ablakot, az ajtót, mindent, ezt fizessétek, drágáim. Lakatatlan leteszem majd a házat, jó? Oké. Szere tulajdonban. Amúgy is lakatatlan. Majdnem. Amit ti megrongáltátok. Az a többi, a lábatokat nem teszitek be. Jössz, Szuti. Mert oda be nem jössz. Igen, eldugizhatnánk a toalettet is amúgy. Csak hogy mondjam, kettő konvektort rontottak el. Egyik ablaküvegbe megbelőtek, gondolom, fegyverrel. Ezt még a férjem mondta nekem. Aha. Sok mindent tudok ám, én betjárok. Nem hagyom magam. Hát, hogyha te bemész, akkor tudod, mit követsz el. Lakás, magánlakás megsértés, magántulajdoni megsértés. Vannak ám törvények, kicsikém. Nem olyanok, mint amit te hiszed, hogy bemész. Menjél be! Menj be! De forró nyomon elkapnak téged. Figyelik a lakást, amúgy már. Tudod, az jön be, akit én megengedek. De ti, soha többé nem jöttök oda be, mert nincs ott semmitek. Semmitek. Semmi. Aha. Igen. Gyertek. De nem adott ki. Nehogy már, hogy én azért mentem félhez, hogy én nekem ilyen szoború sorsom legyen, plusz van még a gyerekeitől is. Nem elég, hogy ő annó valamikor valamit megcsinált, és akkor bekerültek, nem tehetek erről. Hát ez a ti szégyenetek. Tegyétek még magatokat. Nem igaz, hogyha börtönben van a férjem, hogy lemegy arról a szóhaszon élvezeti jog, meg a jogos tulajdon a kabokéről. Ez van. Ez van. Pénz idején egy fűtetlen lakásba bejönni? Hát te tudjátok meg, ha én most megfáztam, akkor még azt is kifizettetem velük. Mindent. Mindent. Lenyomorították az életemet, a ruháimat kidobták, a tisztítása, a szétroncsálása és minden. Kártérítés. 5 millió forint. Na, lehet ide dobni. És olyan csávokat veszek oda, mert megmondta nekem a rendőr, és ilyen hústornyokat vehetek oda. Hústornyokat. Hát azért, hogy menjek el onnan az apjának a leveleit. Ne kapjam meg. Majd befűzik a férjemet, hogy én elköltöztem, vagy elhagytam. Mert a férjem olyan leveleket írt nekem, gyerekek, hogy ne hagyjam el. Sírtam rajta, sírtam rajta. Még a rendőrség is elolvasta. Ők is sírtak ezzel a levelen. Itt van. Itt van. Itt van. Évikém, egyetlen feleségem. Ne hagyjál el engem, stb. Mi történik itten? Ki mondta az én férjemnek, hogy én el akarom őt hagyni? Itt van, tessék. Én biztos, hogy nem fogom cserbe hagyni őt a sittet. Ezt egyszerre küldte.
Ennyi. Most, amit küldött levelet, a látatási jogot, elvitték, eltiltották a fiai. Holnap év napon, illetve majd hétfőn megyek én szépen be személyesen a parancsokkal beszélni, ahol van föl. Valakit? Télen? Nem törődve az, hogy ott van bent a sok kajám, különben a hűtőben, ami volt kaja, mind meg fogjátok fizetni. Dehogy nem keresnek a médiába, én nem fogok a médiába leadni semmit se. Elmondom így Facebookon, az kész, a szevasztó. Ja. Mindenki lehet szemtelen, nem? Egy ideig, óráig, de tovább nem. Értesítettem, igen. Szakszerűen jól jártak el a rendőrök. És jönnek is bármikor, hogyha van szükség rá. Ennyi. Ja, itt a kávé. Nekem is itt a kávém. Viszont. Kértem a szomszédtól kávét. Nem szégyen, ugye? Mikor megérkeztem délután 5 óra körül, akkor is az egyik szomszédomtól kértem kávét. Igen, azt keresek egy lakatos, ami itt nincs. Nincsen moderátor, nem is kell. Majd én lemoderálom önmagamat és őket is, és nem bántok én senkit. Hát kidobtak a picsába. Lecserélték az állat, a cucaimat meg kidobták a luxus putri elé, de egyik szomszédom sem hívott volna fel, hogy így baján ez van. Nem. Vagy csak telefonon értesített valaki, hogy gyere, gyere, mert a cucait itt vannak-e. Ugyanazt megcsináltak, mint a patkányocsém. Ja, azt is fel tudom még jelenteni. Az is a házét csinálta anyámnak a házáé. Amit én tettem rá, mikor volt az ügyvédi szerződés. Kösz szépen. Úgyhogy én mindig így járok. Nem írtam alá azt, hogy albérlőt tegyenek oda be, főleg egy olyan embert, meg egy olyan nőt, akivel én egyáltalán nem szeretnék élni, persze lehet, hogy aranyéletem lenne mellettük. Ki tudja, majd mindjárt megbeszélem velük. De a pénz, ez nekem jár, nem a gyerekeinek. Lehet ülni a béletbe, drága szomszédom, szia. Jöjj hozzám. El leszünk, nem? Fel leszek az emeleten, drágám, mert a nappal az enyém. Ott az emeleten bevojtok a szobába, azt elvagytok magatoknak, kettő van. Ott a fent a toalett, a fürdőszoba, rájöhettek a konyhába főzni, enni, inni, csinálhatunk kerti partikát, te jó lesz nekem! Drága szomszéd nem főzi a finom kajánkat. Én nekem meg más nem kell tennem. Csak nyugodtan élne. Na, mindjárt át megyek hozzájuk. Én leszek az, aki kiadom az életbe a házat. Én leszek. Miért ne? Hiszen olyanok, mint a családtagjaim. Sőt, hajaj! Gyertek, édeseim, de tőlem kell engedélyet kérnetek. Nem a férjem két fiát van. Aha. Ja, na, kicsit odébb doblak titeket, mert akarok cigizni. Ez a luxus putri, ez ilyen sajnos. Hirtelen itt elől tudtam aludni. Itt van a villanykonvektor. Ezzel melegítek. Belül a helység az használhatatlan. Fát kell rendelnem, ha itt kell maradnom, de nem kell itt maradnom, úgyhogy most lementünk a házhoz a tisztelt rendőrséggel, és nyugodtan mehetek. Összetöröm az ablakot, az ajtót, mindent, ezt fizessétek, drágáim. Lakatatlan átteszem majd a házat, jó?
Oké. Szere tulajdonban. Uh-huh. Amúgy is lakatatlan. Majdnem. Amit ti megrongáltátok. Ah. Az a többi, a lábatokat nem teszitek be. Jössz, Szuti. Mert oda be nem jössz. Igen, eldugízhatnánk a toalettet is amúgy. Csak, hogy mondjam, kettő konvektort rontottak el. Egyik ablaküvegbe megbelőtek, gondolom, fegyverrel. Ezt még a férjem mondta nekem. Aha. Sok mindent tudok, ám én betyárok. Nem hagyom magam. Hát, hogyha te bemész, akkor tudod, mit követsz el? Lakás, magánlakás megsértést, magántulajdoni megsértést. Vannak ám törvények, kicsikém. Nem olyanok, mint amit te hiszed, hogy bemész. Menjél be! Menj be! De forró nyomon elkapnak téged. Uh-huh. Figyelik a lakást, amúgy már. Tudod, az jön be, akit én megengedek. De ti, soha többé nem jöttök oda be, mert nincs ott semmitek. Semmitek. Semmi. Aha. Igen. Gyertek. Te nem adod ki. Dehogy már, hogy én azért mentem férhez, hogy én nekem ilyen szoború sorsom legyen, plusz van még a gyerekeitől is. Nem elég, hogy ő annó valamikor valamit megcsinált, és akkor bekerültek, nem tehetek erről. Hát ez a ti szégyenetek. Mi tegyétek még magatokat. Hm? Nem igaz, hogyha börtönben van a férjem, hogy bemegy arról a haszonélvezeti jog, meg a jogos tulajdon a kamukéró. Hm? Ez van. Ez van. Pénz idején egy fűtetlen lakásba bejönni? Hát te tudjátok meg, ha én most megfáztam, akkor még azt is kifizettetem velük. Mindent. Mindent. Lenyomorították az életemet, a ruháimat kidobták, a tisztítása, a szétroncsálása, és minden. Kártérítés. 5 millió forint. Na, lehet ide dobni. És olyan csávokat veszek oda, mert megmondta nekem a rendőr, és ilyen hústornyokat vehetek oda. Hústornyokat. Hát azért, hogy menjek el onnan az apjának a leveleit. Ne kapjam meg. Majd befűzik a férjemet, hogy én elköltöztem, vagy elhagytam. Mert a férjem olyan leveleket írt nekem, gyerekek, hogy ne hagyjam el. Sírtam rajta, sírtam rajta. Még a rendőrség is elolvasta, ők is sírtak ezen a levelen. Itt van. Itt van. Itt van. Évikém, egyetlen feleségem. Ne hagyjál el engem, stb. Mi történik itten? Ki mondta az én férjemnek, hogy én el akarom őt hagyni? Itt van, tessék. Én biztos, hogy nem fogom cserbe hagyni őt a sitten. Ezt egyszerre küldte. Ennyi. Most, amit küldött levelet, a láthatási jogot, elvitték, eltiltották a fiai. Holnapi napon, illetve majd hétfőn megyek én szépen be személyesen a parancsokkal beszélni, ahol van börtönben, tudod? Nem lesznek ott haverjaid, volt munkatársaid, akik ezt meg fogják akadályozni. Hát a legnagyobb börtönőr parancsnok az nekem a nagybátyám. Hoppá. És most már fogok szólni azonok a testvéreimnek, akik rendőrök, rendőrnyomozók. Úgyhogy haver, neked most itt van véged. Uh-huh. Hát megköszönhetnek a jó életetekről. Csináltatok egy kis programot. Túl csendesség volt körülöttetek. 3 évig nem tudta meg a község, hogy mit csinált az apátok. Annyira besöpöltétek a
Véka alá. Most pedig én el fogom mondani az RTL-nek, a TV2-nek és mindenkinek. Aha, nem kell azt annyira szégyelni. Én sem szégyellem. Férhez mentem egy olyan emberhez, akiről nem tudtam, hogy milyen. De én sem másképp ismertem meg. És tőlem tiltottátok? Ja, aha, én vagyok a fekete bárány a szemetekben. Igen? Tévedés. Nagyon tévedés. Nagyon az. Nem tudom olyan nagyon gyorsan olvasni. És akkor még kiteszitek még a YouTube-ra, még a ABC-t, és most mondta a tulajdonos, hogy mutassam meg, ne keverjétek bele, mert fel fog titeket jelenteni. Akkor már nem csak én foglak feljelenteni, ő is. Tessék? Semmit nem vállaltam én ilyeneket. És nem főleg 5000-é, hanem 300 000-eké. 300 000. Hát az nagyon baj, hogy te raktad ki. Miért 30 éven ezelőtt szerinted az 1200 forint, az mennyi volt meg az 1500 forint? 5 perces táncért, fellépésért vagy énekért. És az volt naponta 10 alkalom. 12 000 forint, akkor azt most számold már meg, hogy mennyi. Körülbelül most 360 000 forint. Annyit keresünk egy éjszaka. És egy plusz még a mellékes. Ja. Kamu italok és minden. Miért? Ti szerintetek nem? Hajjaj. Ahó. Ha ne viccelj már, de 270 000-ért vettem, akkor vettünk akkor a férjem már 51 négyzetméteres budapesti lakótelepi házat. A 80-as években, gyerekek? Hát mit vicceltek ti velem? 89-es években. Most már az a ház 50 millió forint. Nincs pénze, ciki van, azt mondja. Hát miért? Nem kerül ez pénzbe? Kaptam még régebben. Ennyi. És ha meg én veszem meg, mi a fasz között van hozzá, te kis réváló? Kutya. Kutyanő. Majd mindjárt fogok magamnak egy olyan csávot, akit elviszek a boltba, a közétbe bevásároltatok magamnak. Az jó. Mi nem hallottál még ilyenről, de hogy nem, van, hogy van nagyon sok ember. Én nem vagyok kutya, mi lennék? Csukel. Csukel vagyok. Az a kutya, úgy mondjad. Hát a gyerekek ne nézzék. Hát az a gyerek is meg fogja tanulni ezeket a beszédeket. Nem? Hát én nekem általában beszoktam, képzeljétek el. Találkoztam egy rajongómmal, mondjuk 3 évvel ezelőtt, kaptam tőle egy egész karton ívcigit, kaptam tőle egy rutent, kaptam tőle borítékban még pénzt is, és körülbelül rám kötött még vacsora, és mit tudom én, micsoda. Szegényke majdnem, hogy 500 000-t, és nem volt semmi, csak beszélgettünk. És több 100 kilométert utazott.
Van is. Juki. Ez volt a baj. Ez volt mindenkinek a baja, hogy minden férfi értem meghalt annó. De most is vagy, ahogy gondolom. Hát, akkor ne hidd el. Tegnap, ahogy jöttem haza, volt kb. 5 srác, illetve 4-en ültek ugye egy ülésnél. Mondták, hogy milyen megtiszteltetés, violettem aludni. Nagyon kedvesek, puszilom őket, kis fiatalok. Bálok Lajos az elhunyt, Isten nyugtassa. Mit csináljak? Így jött össze. Már csak nem tettem volna meg soha ezt a lépést. Hát nem most, hanem majd a jövőben. Miért ne? Megtehetem, nem? Hm? Köszönöm szépen, Josephine. Grazie, molto. És hiába voltatok rám, annyira féltékenyek. Olyan barátnőt szereztem, aki magyar, de innen, ugye, Olaszországba ment férhez. A gyerekei olasz és magyar származásúak. És stb. Stb. Zenészek, rendezők, szervezők. Most képzeljétek el, hogy ezeket a nagy ninja, akármiket ők szervezik, és na. És csináljuk. Csináljuk a Budapest Európa Televíziót. Igen, ketten. Buongiorno, italiano. Tanulok olaszul beszélni pluszba. És a hölgyel fogom levezetni, és képzeljétek el, esküszök a Jóistenre. Ebben nem hazudok egy szót sem. Ugyanolyan, mint Heinrich Bea. Ő is magyar nőként ment külföldre. Kivitték a szülei. Anno. Hazatért. Szerelmes lett egy zenészbe. Káulaciba. Felesége lett. Műsort csináltatott neki. Én voltam a műsorvezetőjük. Nyugodjanak békében. Igen, Ibike Blue-t is én vittem a televízióhoz. De ugye a Romeo műsorban is volt, illetve a Tibitónál nálam. Nagy gyász a szívemben. Anyuka elhújt. Azért is menekültem innen. Egyrészben. De... ez van. Miért követtem el egy akkora bűnt azzal, hogy én férhez mentem? Tisztességes útra léptem.
Nem szabad sírni? Megírta ide nekem a YouTube-a a dolgot. Hát akkor sírni sem szabad. Megértem, nem. Igazatok van. Mindenkinek. Nem kellett volna jó hiszeműnek lennem, beengednem a gyerekét a családjában. Hiszen akkor történt meg az első baj. Érzik az, hogy én gyenge vagyok egyedül idő. Ezért valakit magamhoz veszek. És nem leszek egyedül. Ennyi. Itt van munka, lehetőség, nagyon keresik a festőket, és kőműveseket, favágókat. Úgyhogy most ezzel leszek. Ennyi. Ennyi. Bár szeretek egyedül élni, de meg kell tegyem. Vagy egy házas párt oda veszek, vagy kettő hölgyet, hogy soha többé ne legyek egyedül. Igen. Úgy tetszik, ez megint megtörtént velem. Öcsém ugyanezt csinálta. Anyám a terabolta, elvitte vidékre, engem kizárt a lakásból, ruháimat kidobta, a rendőrök visszadobtak. Csak ott az volt a baj, hogy nem volt tulajdoni részem. Pedig az édesanyja öröklődés az az enyém is lehetett volna, és anyukám jelentette oda be engemet. Ki is jelentettek onnan, hivatalból. Úgyhogy kamukéről nem vagyok ott. Most ugyanezt akarja játszani? Nem tudja, mert most tulajdoni részes vagyok, haszonélvezeti joggal rendelkezem. Oda megyek, ahová én akarok, nem vagyok kötelező mindig otthon maradni, de engem onnan kitenni nem lehet. Ők a bűnöket nem hozhatnak oda. Várom hozzá a férjemet, bármikor hazajöhet. Nem lehet. Mi mit fogok mondani azoknak az albérletet? Megyetek el, mert a férjem jött haza. Egy családot meg biztos, hogy el fogunk tudni tűrni. A férjem amúgy nem rossz ember. Mindazok ellenére, amivel vádolják. Biztos, hogy megbánta. És többé biztos nem csinálna ilyet. És se nem tehetek az ő tetteiről. És a gyerekei, hogy most ebbe beleőrültek, arról se tehetek. Én egy normális anyuka vagyok. Miért nem próbáltak meg közeledni hozzám úgy, hogy a szeretet és a béke meglegyen köztünk? Azt is tudom, hogy szégyenbe érzik ők is magukat. Megértem a lelküket. Mivel hogy családban vannak, férjem gyerekei, ugye nem biztos, hogy én feljelentést, ugye amit megtettem, nem kötelező vallanom ellenük, és még most legutolsó sorban megüzenem nekik, hagyják abba, mert megyek, és költözöm vissza. Ők nem dobhatnak ki, csak úgy, mert ők úgy érzik, hogy ki kell dobni. Ez macskaegér játék. Te vagy a macska, én vagyok az egér. Gyengébb vagyok tőletek. És ezzel ti visszaéltetek. Ugye? De jön a rendőrség minden egyes pillanatában, amikor megközelíted a házat. El fogok kérni távoltartást tőletek, és szeretnék élni normálisan. Köszönöm szépen. Nem az ő házuk, ez a férjem háza. Nagyon tévedsz. Ő nekik csak öröklődés van. Azt megvárják meg, még amíg édesapjuk él. Velem meg lehet majd tárgyalni.
Nem az önházuk, ott csak örököltek. A gyerekként ők ott éltek, a ház megvan, nincsen szétszedve. Karban van tartva, szép rend van, én súroltam ki mindenféle földet, piszkot, retket. Úgyhogy ennyi. A cuccok, amiket megkeresek, azok meg itt vannak a raktárba. Szépen bezsákolva. Ennyi. Férjem mondta, hogy azokat tegyük ki. Igen, benne van az anyu részük, így van. De nem jöhetnek oda be, mert bántalmaztak engem. Mert ha nem bántalmaztak volna, de bántalmaztak. Most pedig kipakoltak. Amit nem tettek meg. Na jó, sziasztok, vissza.